Jó estét kívánok! Az a helyzet, hogy körülbelül egy hónapja sorra dőlnek meg a Naphíre nézettségi rekordjai, a heti és a napi nézettségi rekordok, és ez nem menne önök nélkül. Végtelenül hálásak vagyunk emiatt, és szeretném megköszönni, úgyhogy én most felállok és meghajtom magam önök előtt. Köszönjük szépen! És köszönjük a vendégeket! Ez a nézőknek szólt. Ehhez kellenek ők, meg nagyon jó vendégek. És a nagyon jó vendégek is adottak. Lampi Ágnes újságíró, aki egyébként társműsorvezető, mert időnként Ági ebben néha a székben is, ül. Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter, és Murányi András a Párbeszéd kommunikációs igazgatója. Mindjárt elmondom a napkérdését, de van egy téma, ami nekem motoszkál a fejembe, és ez ugyan nem szerepel a témáink között, de érdekel róla a véleményetek, ez a bizonyos Kertész utcai verekedés. Ugye az történt, ma tudtuk meg, hogy 21-ére virradóan ott két ember gyakorlatilag agyba főbevert egy csomó járókelőt, akiknek pusztán annyi volt a bűnük, hogy rosszkor voltak rossz helyen. És hogy erről mit gondoljunk? Tehát ez egy nagyváros, ahol az ilyesmi előfordul. Vagy van ennek távolabbra mutató tanulsága, közrend, közbiztonsági kérdés? Mit gondoltok? Én személyesen, ha már itt emlíztek, azt gondolom, hogy egy nagyvárosnak szinte természetes velejárója a bűn, és a bűnnel mindig együtt jár az erőszak. Ezt igazából megelőzni nem nagyon lehet, maximum csak olyan átfogó preventív intézkedésekkel, amelyek ilyen évtizeden keresztül zajlanak. Tehát előfordulhat. A kirívó esetek viszont az egyébként meglévő jó közérzetünket teljesen tönkreverik, mert bennünket, állampolgárokat totál kiszolgáltatottá tesz, hiszen valóban mi is lehetnénk ott. A mi hozzátartozónk is lehetne ott. Én a politikának abban látom a felelősségét, hogy a verbális erőszak mellett a fizikai erőszaknak is teret enged, vagy minthogyha oldalra nézne. És hogyha nem lépnek fel nagyon keményen ezekkel a figurákkal szemben, akkor az átlag állampolgár elgyámoltalanodik, miközben a másik pedig még erőszakosabb lesz, és ez ilyenfajta magatartásnak lehet egy ilyen utcai perpatvar az eredménye. Igen, nem, figyelek. Bocsánat, én azért vagyok egy picit zavarba, mert holnap délután 10 órakor a Párbeszéd Kocsis Szake Olivész Ücs Balázs révés sajtótájékoztatót tart a helyszínen, ahol nyilván beszél majd arról, hogy írásbeli kérdést adtunk be Pintér Sándorhoz, illetve az ügy egyetlen buli negyed egyéb vetületeiről is beszél majd a két képviselő. Tehát emiatt egy picit zavarba vagyok, és nem akarom előni a point, de az biztos, hogy ami engem igazából elgondolkodhatott, hogy olyan van, idézőjelben mondom, hogy kicsit beivott, bedrogozott emberek kimennek, aztán szóváltás alakul ki, és hogyha jobb kondiban vannak, mint akik ott vannak, akkor iszonyatos nagy verekedés kezdődik. Ez, mondom, idézőjelben rendben van. Azt nem értem, hogy egy ilyen koncentrált a szórakozni vágyó fókuszában ott lévő területen, amikor kihívják a rendőrséget, akkor miért nincs ott 3 perc alatt a rendőrség? 20 miért perc alatt értek ki. Miért nem intézkedik a rendőrség, és akkor több szemtanú azt mondja, hogy abba a házba mentek be, oda tessenek be menni, mert ott van a két elkövető, és felismerjük őket, akkor úgy nem nagyon mennek be abba a házba, és nem történik semmi, miközben jóval kisebb fajsúlyú ügyekben pedig úgy intézkednek a rendőrök, és Isten ments, az egész a rendőrségre vetítsen, mert nyilván jól végzik a munkájukat, bár mondjuk nem feltétlenül akkor, amikor országgyűlési képviselők az MTVA-ban vannak, ezt azért tegyük hozzá, de mégis hogyan fordulhat elő, hogy ez a két pali, ez büntetlenül nem tudjuk, hogy hol van azóta semmi, közben halomra vert 15 embert. Pintér alatt az én személyes biztonságérzetem egyébként javult. Tehát az elmúlt években nem törték fel automat, nem tudom semmilyen, de abban igaza van az Andrásnak, hogy milyen fura, amikor látjuk azt, hogy 8-10-30 ember tüntet az utcán, és 3-szor annyi rendőr árja őket körül, és akkor a buli negyedben egy ilyen megtörténhet. És bocsánat, és még felírják azt, hogy lelépett a járdáról, és nekünk is van olyan képviselő, aki lelépett a járdáról, 30 000 forintos bírságot kapott, amit vagy leül, vagy nem tudom, közmunkával lehet kiváltani. Bocsánatot kérek. Ja, nem, csak annyit akartam hozzátenni, hogy számomra azért ez megdöbbentő az, hogy azért ilyen történetek nem szoktak Budapesten történni. Tehát szerintem azért ezt érdemes lesz szögezni, hogy azért ez nem egy ilyen olyan történhet, ami ugyan ritka, de néha előfordul. Szóval ilyen szerintem még nem volt, és az is nagyon megdöbbentő, pont ebből a szempontból, hogy nincs meg az elkövető, hogy nem azt halljuk a rendőrségtől közleményeken és sajtótájékoztatókon keresztül, hogy nagy erőkkel keresik az elkövetőket, hanem tulajdonképpen itt találgatunk, hogy vajon mi történhetett, ami számomra azért érdekes, pont amit te is mondtál, mert hogy Pintér Sándor, ha valaki, hát ő, neki aztán az az image van, aki
tényleg rendet tart, és ha bármi, valami történik, ami esetleg akár politikai vetülete is lehet, pont itt a kampány közepén, biztonságban, kampányban, szóval az ember azt gondolná, hogy ha valamikor, akkor most beindul a rendőrség, és neki áll. Előfordulhat, hogy két napon belül levadásszák ezt a két csávot. Azt tudjuk, hogy nincs hír róluk, úgyhogy engem inkább ez. Forduljunk rá az első témára, ami pedig az, hogy Brüsszel válaszolt a magyar kormány plakátkampányára. Indítsuk el a filmet, és utána majd megmondom a nap kérdése, szavazás állását. Részletes és tételes tájékoztatóban válaszolt az új magyar kormányzati kampányra az Európai Bizottság, hangsúlyozva, hogy nincsenek titkos terveik a migráció fokozására. A magyar nyelven kiadott anyagban mindenek előtt rámutattak, az Európai Unióban nem születhet semmilyen döntés a tagállamok és az Európai Parlament nélkül. Azaz a magyar kormány tagjai és a magyarok által megválasztott EP képviselők is szavazhatnak minden esetben. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár erre reagálva ma bejelentette, Orbán Viktor levelet küld a választóknak, amelyben felhívja a figyelmet a bizottság állítólagos beismerésére. És akkor a nap kérdése, azt kérdeztük ma önöktől, hogy az Európai Bizottság szerint nincsenek titkos tervek a migráció fokozására. Részletesen reagáltak a kormány Juncker-Soros kampányára. A kormány szerint az Európai Bizottság éppen egy tájékoztatás alapján beismerésben van. Ön szerint kinek volt erről, vagy kinek van igaza ebben a kérdésben? 16% gondolja úgy, hogy a kormánynak, és 84% hisz inkább Brüsszelnek. Magyarok nem nagyon hisznek a kormányuknak. Az a legnagyobb baj, bocsánat, hogy tényleg egyszerűen egy szimpla, nyílt hazugság folyamra egyszerűen nem lehet reagálni. Tehát az olyan, hogyha te azt mondanád most itt élő adásban, hogy a Murányi bejött a sminkszobába és pofán vágott engem. Na de ez igaz? Akkor, igen. Hát jó, hát igaz, igen. Igaz is. Remélem holnap a vulváció. Igen. Ő is látta. És akkor védekezni kéne, hát nem, mert nem adtam, én szabályszerűen léptem be a sminkzóval, szabályszerűen sminkeltem. Ez az egész az a baj, hogyha nyíltan hazugság folyamba kevernek téged, az a lehető legrosszabb. Lehet nagyon intelligens kultúrát európai módon válaszolni, de igazából nem ér semmit. A Fidesznek az érdeke is most egy pillanatban az, hogy napirenden tartsa ezt a témát, és a végén azt mondja, hogy igen, mi megvédjük, mi hősök vagyunk, és nem tudom, akármit mondanak ezek az emberek, és azok, akik szofisztikáltan gondolkodnak, Európában hisznek, látják a folyamatokat, tudják, hogy az EU-s források jelentős részét ellopják, közbeszerzések nélkül odaadják Mészáros Lőnésznek meg, aki szembe jön még haver, azok meg kicsit kevesebben vannak, és valószínűleg nem tudják úgy fordítani majd ezt a zepé választást. Hogy ilyet magyar bíróság még nem állapított meg, amiről beszéltek. Hát azért volt pikáns a teljesen valószínűtlen, amit mondtam. Mert hogy Brüsszel adott pofont a magyar miniszterelnöknek. Úgy hívták a kezet, amelyik a pofont adja, hogy... Hogy Juncker, igen. Na, tehát arról beszélt az András, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy Brüsszel mit tesz, abból a magyar kormány profitál. Így gondoljátok ti is? Nem volna. Bocsánat, Agnes, parancs. Csak igen, tehát számomra egyébként ennek a nemzetközi vetülete is most nagyon érdekes, meg azt látni, hogy ugye nagyon erős kampány van. A Fidesz elindította ezt a kampányát, azért ne lepődjünk meg ebben a levélben, amiről itt szó van. Ugye ezt már lehet is tudni, hogy mi van benne, egész meglepő módon semmi meglepetés nem történt, mert nagyjából ugyanazt sorolja a miniszterelnök sorban sorosról van szó, tehát semmi egyéb meglepetés nem fog történni, de azért annyiban más a helyzet, hogy nagyon sok európai német politikus azt mondta, hogy elég, és itt a vége, azért ilyenre talán még nem volt példa, annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy nem lesz ennek következménye, pontosan azért, mert hogy nyilván szükség van a Fidesznek a helyeire, és erre számítanak is, ráadásul ugye most jött ki a mandátumbecslése az EP-nek, ahol azt mondták, hogy nem 12, de lehet, hogy még több helye is lesz a Fidesznek, ami szintén egy érdekes történet. Tehát ha az ember felteszi ezt, hogy persze hazugság, de valami miatt mégiscsak működik. A Fidesz azért nem véletlenül nyomja ezt a kampányát, ez egy rendkívül tudatosan, komoly stratégia mentén felépített kampány. Itt semmi nem véletlen, itt minden időzítve van, mindenki van találva, és láthatóan működik. Ha nem működne, ha nem hozna az eredményt, akkor biztos, hogy módosítana a Fidesz rajta, és láthatóan most sokan azt mondták itt a kampánynál, hogy na, ez túltolta, és kizárt, hogy itt most ennek ne legyen következménye, és rendkívül ílés lesz, és a politikusok is azt mondták, Manfred Weber is azt mondta, hogy na ezután, és ne tovább, tehát hogy itt a vége, ehhez képest kíváncsi vagyok, hogy történik-e valami. Emlékeztek, hogy Hódmezővásárhely után jobboldali publicisták
is azt mondták, hogy na le kéne csűrődni a Sorosról, mert szemmel láthatóan ez árt. És 19-re lapot húztak, vitték tovább, és bejött. Mérik. Ezt már a Fidesz háttérintézményéhez pontosan mérik, és semmit nem akarnak így mellélőni. Én annak idején jártam az Európai Unió és a NATO különböző intézményeiben. Ott hozzászoktak egy ilyen politikaira korrekt beszélgetéshez, ahol lehetőleg nem bántjuk meg a másikat, óvatosan fogalmazunk, és ebből is értett egyébként minden ország annak idején. Most Magyarország oda ment, berúgta az ajtót, egy-kettőt még az asztalra is csapott, köpött, bármit csinált, és a többiek pedig meg vannak halálosan rettenve, hogy édes Istenem, mit csinálnak ezek, nem találják az adekvált választ arra, amivel Orbán Viktorék dolgoznak. Az a bajom, Ágnes, hogy átmennek bürokratába azok, akik egyébként a hazájukban korábban politikusok voltak. Egy politikus észjárása alapvetően arról szól, hogy hogyan lehetne a választó bizalmát, többségének szimpátiáját megszerezni. Erre csavarodik az agya. A bürokratáim meg arra, hogy ezek a szabályok, ezeket így kell csinálni, ezt úgy kell csinálni, elvágólag, stb. Ebből adódóan minden ilyen politikai természetű támadásra jön egy ilyen bürokrata válasz, ami eleve kudarc gyakorlatilag, mert a politikai természetű vád az az érzelmekre, az indulatokra, a tudat alatt meglévő gonoszra hat, ez meg arra, hogy hát vegyük már tudomásra, hogy a 2 + 2 az mégiscsak 4. Nem fog működni. Nem arról van akkor szó, hogy Orbán Viktor nagyon jól ráérzett arra, hogy ezeket a brüsszeli bürokratákat a politika történet szemétdombjára kell taszítani. És most éppen ez történik. Hát egyébként a működésükről ez egy borzasztó kemény kritika, elnézést, András, befejezem gyorsan, és meggyőződésem, hogy Orbán Viktor és a Fidesz működése az unió belső működését és belső szabályait és az ottani etikai normákat alapvetően meg fogja változtatni a következő időszakban. Nekem csak két hozzáfűzni való, bocsánat, az egyik az az, hogy például ugye Juncker szerepel ezen a plakáton, aki ugye bénakacsa, vagy legalábbis az ő általa vezetett szervezet az bénakacsa, tehát ilyenkor a legkönnyebb támadni, mert hiába védekezik, nincs relevanciája a jövőre nézve. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ezzel a kampánnyal nyilvánvalóan azt mérték meg, belső méréseken, tehát nem feltétlenül publikált méréseken, hogy az a 2,5 - 3,5 milliónyi Fidesz szavazó, a hardcore szavazó, aki télben, hóban, fagyban elmegy választani, ő igenis fogékony erre, és végül is ezt a garnitúrát, ezt a tömeget kell elvinni ahhoz, hogy a Fidesz behúzza ezt a 12-14 mandátumot. Úgyhogy ez egy a Fidesz szempontjából egy idézőjelben mondom, tökéletesen kitalált forgatókönyv, és nyilván az ellenzéknek is, hogyha lenne lehetősége védekezni, akkor nyilván föl is tudna lépni, de egy olyan ellenzékről beszélünk a pillanatban, és nem akartam nagyon hirtelen átkötni, amelyiket például nagyon tudatosan tartanak a víz alatt különféle büntetésekkel és egyebekkel, ugye csak a Párbeszéd példája, hogy az állami támogatás vissza van tartva egy olyan 5,8 millió forintos ellenszámolt kötelezettség miatt, amelyel már 19-szer elszámolt volna a párt, hogyha az ÁSZ hagyta volna, hogy elszámoljanak vele. Tehát így gyakorlatilag állami támogatás visszatartásával, lebegtetéssel, fenyegetéssel, stb. Olyan helyzetbe hozzák az ellenzéki pártokat, ugye a Fidesz és a KDNP-t nem büntette meg eddig az ÁSZ, hogy gyakorlatilag ne tudjanak arra fókuszálni, hogy milyen pontos és jó megkoreografált alternatívával lépnek föl vele szembe. Ezzel együtt lesz válasz nyilván, és utolsó vérükig küzdenek az ellenzéki pártok, de rendkívül nehéz, bocsánat. Egy mondatot hadd mondjak, azt képzeljétek el, hogy most mi ugye a mi és az adófizetők pénzéből rakják ki a fideszesek ezeket a plakátokat. Hogyha az Európai Unió a saját pénzéből kirakná Magyarországon azt, hogy Orbán hazudik, milyen perpatvar lenne, és mit csinálna a magyar kormány, hogy az Európai Unió pénzét ilyenre fordítják? Milyen felületre tenné ki, miniszter úr? Ki adna el az Európai Uniónak plakát helyett Magyarországot? Feltéve. Ha csak az égre nem felszik. Bocsánat, Tom, mert nagyon piros vagyunk, de még egy mondat, hogy például az a reklámkampány, amelyet folytat. Kicsoda is folytat? A magyar kormány? Készült a magyar kormány megbízásával?
Szabad ilyet csinálni? Ez burkolt pártfinanszírozás? Tehát a Fidesznek a világképét terjeszték ki ezekre régen, a dologra? Annyira igen. Régen mennek, és semmi következménye nem volt. Normális világban, ilyenkor jön az ász, és akkor meghozza a vonatkozó normális döntéseit. Normális világban jött de nem az ász, igen. És megbüntette a Párbeszédet, az, meg a Momentumot. Az ellenzéki pártokat, így van. Nem is értem, hogy miről beszélünk. Na, azzal folytatjuk, hogy Dobrev Klára, ugye a DK uniós lista vezetője ma arról beszélt, hogy az Európai Egyesült Államokat fogjuk építeni. Közben pedig a kormánypárti sajtóban kap hideget, meleget, és nem vagyunk benne biztosak, hogy ő tudta, hogy miben nyúl bele. Mi az Európai Egyesült Államokat fogjuk építeni. A DK európai parlamenti képviselője Brüsszelben a magyar érdekeket és az európai értékeket szeretné képviselni. Dobrev Klára szerint ahhoz, hogy az Európai Egyesült Államok létrejöhessen, be kell vezetni az európai családi pótlékot, amely minden gyerek után járna a tagállami családi pótlékon felül. Szükség van európai minimálbérre és minimálnyugdíjra, ugyanis szerinte Magyarországon a családok negyede él a létminimum alatt, és be kell vezetni az európai multiadót azért, hogy mindez finanszírozható legyen. Dobrev Klára azt mondta, az elmúlt években közszereplőként küzdött az Orbán rendszer ellen, azonban rájött, hogy ez kevés. A parlamenti választások után azzal ébredtem, hogy ez nem elég. Úgyhogy elsősorban ez az oka annak, hogy most politikai szerepet vállalok, ha úgy tetszik, akkor hivatásos politikus szeretnék lenni, mert azt hiszem, hogy így még hatékonyabban tudok küzdeni Orbán rendszer ellen. Dobrev Klára szemrebbenés nélkül megszavazná az összes brüsszeli bevándorláspárti javaslatot. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Dobrev Klárának a mentelmi jog kell, ezért akar Brüsszelbe menni, ugyanis családi cégük az Altus kölcsönt adott a 6 milliárdos költségvetési csalással vádolt Ceglédi Csabának. Ez a Dobrev program, ez olyan, mintha egy ilyen szándékosan arcba dobott kesztyű lenne a Fidesznek. Mindennel szembe megy, amit a Fidesz képvisel. Tehát tulajdonképpen internacionalista, csökkenteni a nemzeti kormányoknak a hatáskörét, és egyfajta ilyen Európai Egyesült Államokat képzele. Igen, érdekes. Szándékos? Abszolút szándékos, szerintem ez teljesen tudatos. Ha megnéztük, itt a bejátszásban is játszott, hogy minden európai, amit ő elmondott. Láthatóan ebben a sajtótájékoztatóban is minden második sava nem Soros volt, hanem az európai volt. Ami azért nagyon fontos, mert talán, ha most az ellenzéki palettát végignézzük, akkor ez egy nagyon, nagyon érdekes és egyedi válasz. Persze, nyilván a szocialisták, a Párbeszéd és a többi párt is ezt hangsúlyozza, de itt egy másfajta kommunikációról van szó, és a lényeg, amit te mondtál, az, hogy ez az Európai Egyesült Államok teljesen az ellentéte, a fekete-fehér a Fidesz-szel szemben, ami egy nagyon kommunikációs szempontból szerintem egy remek ötlet, mert mindenképpen egy alternatívát kínál. Tehát akinek ez nem tetszik, aki valami mást akar, annak itt, ez itt az alternatíva Dobrev Klára személyében. Úgyhogy itt beszéltük ugye már itt korábban, hogy egy nagy húzás volt a DK részéről. Nagy húzás volt, de e felé ballag Európa? Tehát te magad mondtad, hogy a legújabb mandátum becslés szerint lehet, hogy a Fidesz még többet nyer. Vagy hogyha úgy tetszik, a néppárt, a Fidesz és a néppárt. Ez a választás most Európa előtt. Ez a választás most. Erről fogunk most szavazni. Jó hullámra ültek-e föl? Hát figyelj, ez ugyanolyan kérdés. Az biztos, hogy Magyarországon most, amit a Fidesz csinál, amiről beszéltünk is, hogy ebben a kommunikációs kampányban egyelőre nem hallottunk ellentétes üzenetet ezzel, hogy nemzetállamokra kell fókuszálni. Itt most jött egy ellentétes üzenet, és hát kíváncsi vagyok, hogy van-e talaja, de az biztos, hogy erről szavazunk most. Tehát ez a fő kérdés, és ebből a szempontból nem tehetett más Dobrev Klára a DK kommunikációjában, mint hogy erre hívja fel a figyelmet. Miniszter úr, ez kérdés. Nagyon egyetértek ezzel, és azzal egészíteném ki, hogy az Európai Néppárt ezeken a méréseken még korán sem nyerte meg az európai választásokat. Tehát miközben Magyarországon az Európai Néppárthoz tartozó politikai erő és Fidesz tarol, a közben másutt... Tarul úgy, hogy közben savazza az Európai Néppárt választott vezetőjét. Közben az Európai Néppárt nem áll annyira nagyon jól, és egyáltalán nem biztos még az, hogy megnyerik az Európa parlamenti választásokat. Ebből adódóan aztán az, amit alternatívaként velük szemben megfogalmaznak, azt szerintem
korrekt, legitim, és azt kell mondanom, hogy nagyon sokunk vágya, álma volt, és talán még most is az, amikor megfogalmazza az Európai Egyesült Államokat, mert azt tapasztaltuk, hogy a bezárkózó, összezárt, magába forduló nemzetek, azok nem sikeresek, és István intelmeit mondhatnám a sok nemzetű, sok ajkú, sok kultúrájú lehetőségről. Szerintem is ebben van a jövő, éppen ezért az, amit a DK a Dobrev Klára indításával csinált, az szerintem abszolút tudatos, és egyébként sikerrel kecsegtető. Sikerrel kecsegtető, bocsánat, ez a végszó, ez nekem most nagyon jó. Mert hogyha ugye korábban a DK-nak egy mandátumot becsültek, az Dobrev Klára helye lenne, és hogyha lesz kettő, akkor a listán második, és aztán a harmadik is kijuthat. Honnan veszi el azt a mandátumot? A Párbeszédtől például, a szocialistáktól, vagy a Fidesztől? Kivel megy szembe Dobrev Klára? Én szerintem egy picit, én azt gondolom, hogy ezért érdemes itt a bizonytalanokra is számítani, mert azok, akik mondjuk elkötelezett Párbeszéd szavazók, vagy elkötelezett MSZP szavazók, azok biztos, hogy nem fognak kitérni a hitükből, és azok megmaradnak. De ne felejtsük, hogy rengeteg a bizonytalan, aki nem talált eddig magának sem pártot, sem személyiséget, sem olyat, akinek mondjuk a filozófiájával egyetért. Én szerintem, én legalábbis arra szavaznék, hogy a bizonytalanok közül elvihet sokakat, akik esetleg eddig nem tudták, hogy kire szavaznak. Hát, hogyha azt nézzük, hogy az ellenzéki tábor az egymás előveszi el a mandátumot, vagy pedig, azokat a mandátumokat behúzza, amelyek eddig megvannak, sőt, még épít melléjük valahonnan a bizonytalanoktól, a Fidesz szavazóktól. Ez egy jó kérdés. Én e tekintetben olvastam legalább, nem tudom, 10 kutatást, hipotézist és egyebet, és nincs egyértelmű válaszom. Lehet, hogy azt kell mondani, van egyértelmű válaszom. Az biztos, hogy az MSZP Párbeszéd Szövetségnek az a 3 mandátum, amelyik megvan, az, hogyha normális kampány van, és ezt föl lehet rendesen építeni, akkor ez a 3 kampány megmarad, és szerintem ami még fontosabb, hogy az Európai Parlamentben olyan embereknek kell ülniük, mint például Jávor Bence, a Párbeszéd képviselője, aki az összes mérés szerint a legaktívabb ellenzéki képviselő, már egy magyar ellenzéki képviselő az Európai Parlamentben, aki feltárja a Paks 2 és az Eliosos és az egyéb ügyeket, azokat a korrupciós ügyeket, amelyek a magyar kormányra jellemzők. Ha ez nincs meg, és nem tudjuk ezeket behúzni, akkor nagyon sok mindennek nagyon sok minden megkérdőjeleződik abban a pillanatban. Az a probléma, hogy az ellenzéki pártoknak egy kétfrontos harcot, vagy egy kétfrontos harcba kényszerülnek. Egyrészt ugye a Fidesztől akarnak szavazókat elnyerni, másrészt meg jobbak akarnak lenni az alternatívát nyújtó másik ellenzéki pártnál. És ez a fajta szándék egyáltalán nem ördögtől való, mert normális, hogyha erre törekszenek. Itt kell a belátás, egy olyan fajta belátás, mint a lengyeleknél megszületett, hogy tudnilik, van egy nemesebb, egy nagyobb, egy ragyogóbb cél annál, hogy a saját pártérdeket képviseljük, hogy összeálljunk. Itt kérek egy kis türelmet, jön néhány perc akciós hasábburgonya, és utána folytatjuk. Na, már is folytatjuk, és a napképével folytatjuk. A napképéhez egy megdöbbentő sztori tartozik. Amit látni fognak, az egy meglehetősen lepukkant szoba. A szoba az egy nővérszállót ábrázol. És azért van rajta az egérke, mert hogy történt ezen a szálon, hogy egy nővér alvás közben arra ébredt, hogy egy egér esett az arcába. Valamikor az éjszaka során. Nővért mondtam, de tulajdonképpen egy férfit, egy ápolót képzeljenek el, tehát hogy egy férfi emberről beszélünk. Ezzel együtt nem bírta a dolgot, és úgy döntött, hogy nem maradt tovább ott a szálon, bement a kórházba, és ott töltötte az éjszaka hátra levő részét. Amikor jelezte a kórház vezetőinek, hogy mi történt vele, itt még látnak erről a nővérszállóról további képeket, szerintem az állapotok magukért beszélnek. Amikor jelezte a kórház vezetőségének, hogy hát rágcsáló esett az arcába éjszaka az ágyába, akkor a kórház vezetés válasza az volt, hogy saját költségen gondoskodjon a rágcsáló írtásról. Na, ezzel a témával folytatjuk. Ez egy banális történet, tehát feltetném ugyanazt a kérdést, mint a Kertész utcai verekedésnél. Van ilyen.
Hát szélsőséges esetben lepottyant egy egérke. Vagy hetente, bocsánat. Vagy jól jelzi az állapotokat. A Kertész utcáról megállapítottuk, hogy nincs ilyen hetente, tehát azért nem vernek agyon embereket hetente Budapest belvárosában. De hogy ez így néz ki egy nővérszálló? Hát nem. Magyarországon? Éppen nekem fiatalkoromban még megfordultam talán arra fele, de most már évek óta. Tegyük, múlt fél év híreit tegyük össze. Melyik kórházban mi történt? Mi nincsen? Mi fogyott el? Ezt tudjuk, hogy ez hírlapi kacsa. Igen, minden nyilván, mert minden tökéletesen működik. Nekem egyébként az a legmegdöbbentőbb, hogyha összevetéseket nézem, és ilyen Európai Uniós összesítéseket nézem, hogy Magyarország teljesen lent van, hogy lehet azt mondani, hogy hát hol vagyunk mi még a nyugattól, mert oda még több erőforrás kell, stb. De a keleti bajtársak is folyamatosan elléptek mellünk. Tehát a Szlovákiában miért sokkal jobb az egészségügy, mint nálunk, vagy Észtországban például, most a legfrissebb statisztikai mutatókat nézem. Tehát miért van az, hogy a keleti blokk országában, ahol szükségszerűen nyilván hasonló helyzetben kéne lenni, sokkal jobban állnak, és Magyarország teljesít a legjobban e tekintetben is. Jó, nyilván nincs forrás, meg nincs semmi, tehát tudjuk az okokat, de hogyha az a kérdésed, hogy az egyedi, abszolút nem és ezt összefogolni előbb-utóbb. Tudjátok, nekem az jutott eszembe erről, hogy próbáljunk egy kicsit belegondolni azoknak a férfiaknak és nőknek az életébe, akik ilyen szálon töltik az éjszakát és a szabadidőt, és másnap bemennek egy kórházba betegeket ápolni. Szóval milyen munkát lehet elvárni ezektől az emberektől? Hát én szerintem két dolog ehhez, hogy igen, hogy beszéltünk már itt többször arról, hogy ugye felszoktad tenni a kérdés, hogy mikor omlik össze az egészségügy, hogy eljön egyszer az a pillanat, vagy lesz egy olyan helyzet, vagy egy olyan hír, vagy egy olyan mindig esemény. Mindenki amikor, azt mondja, hogy soha. És akkor igen, ezt megállapítjuk, hogy nem. Egyébként két dolog ehhez, ami még eszembe jutott. Az egyik, hogy ha jól emlékszem, de lehet, hogy az évre nem pontosan, de biztos, hogy már 2014-ben vagy 2015-ben felvetődött ez a téma, abból a szempontból, hogy milyen állapotok vannak a nővér szállón, pontosan ugyanezek a hírek derültek ki, a kormány el is indított, sőt, volt is egy program erre, minden évben elmondták, hogy mennyit költenek majd a nővérszállóknak a rendbehozatalára, röpködtek a milliárdok és az ígéretek, és egyébként volt is egy-két nővérszálló, amit rendbehoztak. Ha jól emlékszem, talán a János Kórháznak a nővérszállóját adták át tavaly vagy tavaly előtt, meg egy-két vidéki nővérszállót is rendbehoztak, de az egész történet az nyilvánvalóan nem oldódott meg, és láthatóan nem is fontos. És én emlékszem, annak idején írtam riportokat ápolónőkről, egészen elképesztő, ugye 12 órás műszakokat nyomnak le, 30-40 beteg van rájuk bízva normál helyzetben. Hazamegy ide pihenni. Ápolónőre, volt az egyik, emlékszem, reggel 7-től volt műszakban, és délután 2-kor állt meg először, hogy most már szeretne valamit enni, mert összeesik, annyira éhes. Egészen horror történetek, mert szerintem mindannyian tudnánk rengeteg ilyen sztorit elmondani, és teszem fel a kérdést, mi történik, Kásler Miklós elmondja, hogy minden rendben van, és nem történik semmi, és a következő. Dehogy nem, alapít Magyarságkutató Intézetet, rosszul látod. Intézkedik. Én kérek elnézést, igen. A miniszter ura, tehát egy laktanya az nem a Hilton elnöki lakosztálya, de a laktanyákban például vannak ilyen állapotok? Tehát láttuk ezt a mosdót. Szerintem nincsenek. Szinte biztos vagyok benne, hogy nincs. Különb állapotok vannak egy laktanyában. Sokkal különb állapotok vannak, bár jegyezzük meg, hogy ugye ott is ugyanolyan hivatásos fizetett katonák vannak, akik messziről utaznak és vannak szolgálatban heteket vagy napokat. Engem, megmondom nektek őszintén, hogy a kórház vezetőinek a reagálása képeszt el. Mert ugye Budapesten is halljuk, hogy a rákcsálók elszaporodtak, mert hogy korábban a bábolna, most egy másik atyafi végzés, annak nem megy ennyire a dolog, de ahogy a kórház vezetőség, aki elvárja ettől az ápolótól, hogy bemenjen és egyébként magas színvonalon majd ott álljon műtőbe, vagy lássál a beteget, annak az a válasza, hogy hát öreg, vegyél alig valami fizetésedből rákcsáló írtót abban az intézményben, amit maga a kórház tart fönt. Embertelen, és ezek gyógyítanak bennünket. Én azt tudom mondani, hogy szégyeljék magukat, aminek nincsen semmiféle hatása, tudom, de engem morálisan ez háborít föl a legeslegjobban. Hát csak, hogy egy kicsit tolja még a demagógia szekerét, szóval, hogy azért azt mondják, hogy az egészségügyre a világ pénze nem elég. Tehát akkor, amikor, mit tudom én, trükközni kell a betegadatokkal, hogy papíron benfekszik még a beteg két napot, meg felírnak neki olyan vizsgálatokat, amiket, mert csak így tudják finanszírozni, tehát egyébként letérdelne.
akkor el lehet-e verni a kórház igazgatón például ezt az egész sztorit? Mert ő is kényszerpályán. De hát az, hogy valaki kényszerpályán van, és valaki egy embertelen, unintelligens választ ad, ez két különböző dolog. Mert mondhatná az, hogy atyafi, hát tesszük össze a kezünket, majd a következő 5 éves tervbe, nem tudom, bármit. Elmegyek énegeret írtani hozzá. De az, hogy öregem, menjél, és akkor vegyél 2 egérírtót is, legközelebb nem potyálna az arcodba. Ez azt gondolom, hogy ez antihumánus és egyszerűsítsük egyébként, még inkább egyszerűsítsük, és most annyiban magam ellen fogok beszélni, hogy én futballimádó vagyok. Ha megnézzük, hogy mennyi pénz ment el stadionokra, nem a szokásos lélegeztetőgép történetet szeretném mondani, csak megnézzük a új Puskás stadiont, 200 milliárd forint, hopp, mire kimondom, már 300 milliárd forint. Orbán Viktor, amit januárban vagy februárban, bocsánat, az évértékelőn mondott, hogy 700 milliárd forintot tesz be az egészségügybe, ami kiderült, hogy nem is azonnali költséget és éves költséget jelent. Úgyhogy ezt megnézem, és összeteszem azokat, hogy milyen stadionok épültek, milyen pénzek áramoltak csak a sportba az elmúlt 9 évben, akkor azt tudom mondani, hogy ennek a kormánynak, Orbán Viktornak az volt a célja, feltőkésítjük a futballt, feltőkésítjük a sportot, a világ pénzét belőjük, de hát nyilván ezt a pénzt valahonnan el kell venni. Honnan tudom elvenni? Az egészségügytől tudom elvenni, és az oktatástól tudom elvenni. Ezt látjuk is, se az oktatásnak, se az egészségügynek nincs minisztériuma, látszik, hogy mit gondol erről Orbán. Még igaz, hogy a sportnak sincs, de azt kompenzálják megfelelő pénzzel. Tehát itt egy szisztematikus kivégzés. Igen, szóval, András, de a választópolgár csinálhatna így az újjával erre, de így csinál. Nekem ez egyébként rejtély, hogy mitől van az, hogy a választópolgár bemegy, nem tudom, 7 órán keresztül várakozik, unott emberek megmérik a vérnyomását, elnézést kérek, bocsánat, mert mindenki tisztességesen dolgozik az egészségügybe, fáradt, már unott emberek megnézik a vérnyomását. Hát, ilyen egéresett az arcára, ettől az ember rossz kedvű lesz. Pontosan, tökéletesen egyetértek. Félrediagnosztizálják, stb., majd bemegy, és a Fideszre szavaz, ráhúzza az iszet. Ez nekem felfoghatatlan. Ettől jó a kormányzati propaganda. Jobban fél az egyébként határainkat már nem döngető migránstól, mint az egészségügyi... Így van. És attól rettek. Azért vannak olyan vélemények, már szakember vélemények, egészségügy vonatkozásában, hogy miért nem investál pénzt a kormány ebbe. Azt mondják, hogy szeretnék átterelni a fizetőképes keresletet ugye magán egészségügybe, és ott egy egész más típusú... Hát azért vannak rá tendenciák, azért, ha belegondoltok, nagyon sokan döntenek úgy. Nem egy mechanizmus nézi, alapján nem történik mechanizmus ez. Még, de azért a tendenciák megfigyelhetőek. Szóval ez egy messzire vezető kérdés, mert például az, hogy mondjuk a nővérszállóban nem tudták évek óta, nem sikerül ezeket felújítani, az tényleg kérdés, mert miért ne lehetne, pénz akár lehetne rá. Tehát ez valóban elgondolkodik. Maradunk a témánál, csak egy másik vonatkozásra. Egy friss kutatás szerint a magyarok fizetik a hálapénzt, de egyébként büntetnék. Ez ma az utolsó téma. Az MTA Jogtudományi Intézete országos felmérést végzett az úgynevezett hálapénzről. Az orvosok által kért vagy elfogadott előnyökre vonatkozó vesztegetési tényállás 2013-ban lényegesen megváltozott. Ennek eredményeként nem büntetendő az előnyök műtét utáni elfogadása, de az bűncselekményt képez, ha az egészségügyi dolgozó az előnyt a betegtől kifejezetten kéri, illetve azt már a beavatkozást megelőzően elfogadja. A legtöbben, azaz a megkérdezettek 71%-a helyesen tudta, hogy nem bűncselekmény a hálapénz elfogadása például műtét után. Ellenben a válaszadók többsége 56%-a még a hálapénz utólagos elfogadását is büntetné, ha rajta múlna. Nem is kérdezek. Értitek? Tehát így vagyunk összerakva, hogy bármi történik egy beavatkozás, vizsgálat, adjuk a borítékot, mert tudjuk, hogy rosszul van megfizetve, egéresik az arcán. Közben megbüntetnénk. Hát ez azért van, mert a munkatörvénykönyv, meg a büntetőtörvénykönyv, az nincs összhangban, vagy nincs harmonizálva, nem tudom, egyetemben tekintetben lehet-e harmonizálni. Az egészségügyi bérlistával. Igen, tehát amíg a munkatörvénykönyv azt mondja, hogy utána lehet, nem tudom, pénzt adni a dokinak, hogyha sikeres volt, mert ezt mondja a munkatörvénykönyv. Igen, nem lehet előre kérni, de utólag lehet. Lefizet, és nem tudom, bíróságra kerül, akkor ott simán el tudják beszélni az embert. Roppant egyszerű, hát az egészségügyi dolgozók is azt szeretnék, hogyha ne lenne hálapénz, magasabb lenne a bérük, minden vizsgálatot normálisan el lehetne végezni, pont.
Ilyenek vagyunk. Én magam is adok, ha arról van szó, pláne, hogyha a gyerekeim egészségéről van szó, akkor meg kivált kép, és egyébként szörnyen utálom, és haragszom az egész világra, hogy egy olyan rendszer van, amiben én is úgy érzem, hogy kényszerűen adnom kell. Megalázó mindenkinek. Igen, ez egy én is adok, szégyellem magam. De ők is szégyelik, akik elfogadják magukat. Elfogadják. De szégyelik is. Szerintem ez mindenkinek kínos. Azért szerintem tegyük azt, hogy vannak olyan orvosok, akik nem kérik. Tehát én találkoztam, nyilván nektek is van ilyen élményetek, nem sok. De van olyan. Nem kéri, mert olyannal, őszintén szóval olyannal, aki kérte, olyannal én még nem találkoztam. Aki egyszerűen tényleg nem lehet rá tukválni. És azt mondja, hogy nem fogadom el. És ha emlékeztek, azért voltak olyan típusú kezdeményezések orvosok részéről, akik azt mondták, hogy meg kell szüntetni, és ők nem fogják elfogadni a hálapénzt. Van egy csoport is erre, aztán ebből az egészből nem lett túl sok eredménye. És ami számomra megdöbbentő, hogy olyan összegeket hallani, nem tudom, hogy ti miket hallottatok, de ilyen műtétre, szülésre, olyan műtétre, ma már szóval 100 000-es nagyságrendben. Mennyi most egy szülés? Indulunk. Bőven. Bőven 100 000 fölött van, szerintem. Szerintem sok évvel ezelőtt volt 100 000 fölött. Az lehet, de hogy nagy összegekről van szó, és ez engem igazából azért döbbent meg, ha belegondoltok, mert honnan van. Tehát, hogy az ember nyilván mindenét összeteszi, hogyha a műtétre, meg a gyerekének, feleségének, családjában ilyesmi van, de mégiscsak nagy összegek. Szerkesztő barátom azt mondta a fülemre, hogy minimum 150-200 000 forint. És egy szülésről beszélünk, gondoljatok bele, és abban még nincs benne az altatóorvos, nincs benne az ápolónő, az csak a szülész. Ebből születik a magánegészségügy. Hát erről beszélek, de nem csak ez a legdurább, hanem az, hogy nagyon sokaknak pedig elérhetetlen az egészségügyi ellátás. Most arról beszélünk, hogy akik megtehetik, azok tudnak adni, hogy gyorsabban megröngenezzék a fiam, lányom, bárkinek a karját. Ez oké, hogyha megteheti. De rengeteg embernek egyszerűen, hogyha Észak-Kelet-Magyarországot nézem, elérhetetlen az egészségügyi ellátás. Házi orvosi praxisokat, hogyha megnézünk, és akkor most sorolhatnám, nem szeretném untatni ezeket a nézőket, mert ismerik ezeket a történeteket, de a legrosszabb, hogy az egyébként nem kifogástalan, sőt, egészségügyi ellátás rengeteg embernek elérhetetlen. És ez egészen különlegesen nagy botrányokat eredményezhet. Szerintetek valaha hála pénz? Tehát tudjuk azt, hogy mondjuk, ha egy orvos elmegy Nyugat-Európába dolgozni, 6000 euró a fizetése, 1,8 millió forint alaphangon. Hogy fog tudni ezzel a magyar egészségügy konkurálni? Mert nyilván azt mondjuk, hogy barátaim, 6-7000 euró a havi fizetésetek, de egy fillér sincs mellé. Ez rendben van, de hát... Hát igen, ez egy költői kérdés tulajdonképpen, mert szerintem kizárt, hogy ez megszűnik. Nagyon-nagyon radikális intézkedéseket kellene ahhoz hozni, hogy ez a rendszer, ez a begyepesedett, bemerevedett, beállt rendszer. Nem is változó. Radikális intézkedésnek nevezném, hanem őrületes mennyiségű lóvé. Lehet, hogy ennyire egyszerű a megoldás, nagyon meg kéne emelni, de kizárt, hogy ez megtörtént. Szóval olyan mértékben valóban beleívódott már a társadalomba, szóval teljesen természetes reakció szerintem. Föl sem merül, hogy ne adjunk. Az ember fogyóeszköz. A közgondolkodásban is annak számít, és éppen ezért az egészségünkre, magunkra sem az állam, sem az intézményrendszer, és sem mi magunk nem fordítunk elég figyelmet. És ebből adódik az, hogy utána pedig, amikor helyzet van, akkor megkapkodunk a pénztárca után, akinek van. Nálunk az ember fontos, de az idő az fogyóeszköz, és most kifogytunk belőle. Úgyhogy köszönöm szépen Juhász Ferencnek, Lampé Ágnesnek és Murányi Andrásnak a mai beszélgetést. Önöknek meg a figyelmet. Holnap folytatjuk. Viszontlátásra!